Három hónap alatt több mint 500 000 forint gyűlt össze a Dunaújváros kenyere akcióban. Augusztus 12-én nagyszabású horgászverseny az alsó Dunaparti sétányon. Szombaton hazai pályán kezdi a szezont a D-Pase. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. Három hónap, több mint 11 000 eladott burgonyás kenyér és 550 600 forint. Így jellemezhető a Dunaújváros kenyere program elmúlt negyed éve, amellyel ezúttal az Eső Emberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületét támogatták a vásárlók. Több mint 550 000 forintot kapott az Eső Emberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete. A Dunaújváros kenyere kezdeményezés elmúlt három hónapjában a vásárlók ugyanis minden ezzel a megjelöléssel ellátott kenyér megvásárlása után 50 forinttal támogatták a szervezetet. Cserna Gábor polgármester elmondta, az akció minden fél számára rengeteg előnyt rejt. Ismét csak megköszönni tudom a Széchenyi Pékség Kft.-nek. Ezt az igazán kreatív ötletét, tekintettel arra, hogy az első alkalommal, amikor meghallgattam ügyvezető urat, hogy mi is a cél, intézmények, illetve civil szervezetek segítése. Egy rendkívül jó ötletnek találtam, de nem gondoltam, hogy ekkora egyfajta városmarketing építhető rá. Azáltal, hogy az idei évben, tavasszal egy pályázaton a Turinform iroda ezzel az ötlettel, a Város Kenyere programmal egy nagyon komoly országos elismerést szerzett, akkor világosodott meg bennem igazából, hogy valódi értelme, haszna van ennek a, nevezzük ma már, hagyományos történetnek. Azon túl, hogy segítünk, hiszen segíthetünk a befolyt összeggel, azon túl, mivel ilyen akció nem igazán található más településen, Dunaújvárosnak egyfajta speciális jelleget ad. Az óvodák pedagógusai, illetve az iskolák pedagógusai. Kálmánné Tóth Mária titkár vette át az 550 600 forintot szimbolizáló csekket. Mi azt gondoltuk, hogy képzéseket, rendezvényeket fogunk megvalósítani, melyek a szülőkre, illetve az oktatókra vonatkozott volna, illetve fog is most már, hisz ez a nagy összeg biztosítja azt a lehetőséget, hogy meg tudjuk valósítani ezt a típusú ismeretterjesztést, illetve azt a segítséget, ami kell a szülőknek is, illetve kell az intézményeknek, ahol ezek a gyermekek az oktatásban részesülnek. A mozgáskorlátozottak együtt egymásért ifjúsági egyesületének elnöke elmondta, milyen célokra használnák fel a támogatást. További szolgáltatásokat szeretnénk biztosítani tagjaink számára, és ennek is egy alapfedezetét biztosíthatná a támogatás, illetve a elhasználódott tárgyi eszközeink fejlesztése, ami szintén egy nemes cél lenne, úgy gondolom. És van egy harmadik fontos dolog, amit így előzetesen beszélgettünk egymással, hogy mire költenénk az összeget, a pályázatok önrészének biztosítása, hiszen vannak már olyan pályázatok, amilyen bizonyos önrészeket kell felmutatni, és ez ennek előteremtése is nehéz feladat volt eddig számunkra. Lissák Kálmán, a Széchenyi Pékség ügyvezető igazgatója elmondta, a Dunaújváros kenyere program sikere ma már megkérdőjelezhetetlen, és bízik abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként. Én nagyon örülök neki, hogy már a kezdeti sikerek ígéretesek voltak, és a termék úgy gondolom, hogy meghallgatásra talált és ízlett a vásárlóinknak. És hát külön kiemelném az ő szerepüket elsőként, hiszen ő általuk folyhat be ez az összeg, tehát igaz, hogy a cég jótékonykodik, de mégis a vásárlók azok, akik minden tranzakcióval hozzájárulnak egy ilyen díjátadásához. Úgyhogy nagyon örülünk, bízunk a további sikerében a terméknek, és még szeretnénk nagyon sok szervezetnek, arra rászorulóknak örömet okozni. A következő hónapokban tehát a mozgáskorlátozottak együtt egymásért ifjúsági egyesülete részesül a felajánlásból. A vásárlók minden Dunaújváros kenyere megvásárlása után 50 forinttal támogatják a szervezetet. Újabb nagyszabású horgászversenynek ad otthont az alsó Dunaparti sétány augusztus 12-én szombaton.
Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke és a verseny főszervezője elmondta, reggel 6 órakor kezdődik a regisztráció, majd a felszerelések ellenőrzése és az etetőanyagok elkészítése után 9 órától egészen délig tart majd a verseny. Jelentkezni az Egyesület honlapján vagy a helyszínen lehet, az indulókat pedig egy birkapörköltel is megvendégelik. A versenyre a Magyar Országos Horgász Szövetség képviselői is ellátogatnak, továbbá a szervezők egy különleges, nosztalgikus horgász eszköz bemutatóval is készülnek majd. Azt szeretném kérni minden dunaújvárosi és környékbeli horgásztól, hogy minél nagyobb számba jöjjenek el, mert tényleg ez egy nagyszerű esemény a környék és a dunaújvárosi horgássportnak. 50 évvel ezelőtt volt ez a horgászvilágbajnokság, ami először volt Magyarországon, és erre az időszakra datálható, hogy fellendült a horgássport Magyarországon. Ennek tiszteletére és ennek apropóján rendezzük ezt a jubileumi emlékversenyt. A versenyre közel 60 indulót várnak az 50 év feletti és az 50 év alatti kategóriákban. A biztos sikerélmények érdekében a szervezők a verseny előtti napokban mintegy 3 mázsa piaci pontyot engednek a Dunába, így valószínűleg egy háló sem marad üresen a nap végére. A szeptemberi tanévtől bővül az ingyenes tankönyvellátásban résztvevők köre. Idén már az 5-8 osztályosok is kapnak ingyen tankönyveket, ami azért fontos, mert egytől egyig mindenkinek jár. Ezen kívül már a 9. osztályosok is ingyen kapják a tankönyveket. Ezt azzal indokolták, hogy ez a legdrágább évfolyam, mert ilyenkor több olyan könyvet kell beszerezni, amit utána évekig használnak a tanulók. A 9. évfolyam után már csak a rászorulóknak jár az ingyen tankönyv. A kormány közlése szerint az intézkedés miatt már a diákok 85%-a ingyen juthat a tankönyvekhez. Visszatér a kánikula, az elmúlt napok lehűlése után újabb hőhullám érkezik az ország fölé, ezért másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön ugyanis fokozódik a forróság, 35-40 fokig melegszik a levegő. A folytatásban azonban hidegfrontra kell készülnünk, péntektől záporok, heves zivatarok várhatók. A legmelegebb területeken, a Dunától keletre azonban, ekkor is kitart a hőség, 34-38 fokot mérhetünk. A már említett forró napokon ajánlott 11 és 15 óra között kerülni a tűző napot, ehelyett tartózkodjunk inkább légkondicionált helységekben és árnyékos területen. Emellett pedig javasolt a napvédő készítmények használata és a megszokottnál több folyadék fogyasztása. Ugye az első fokozatú hőségriadó még egy általános figyelmeztetés, hogy meleg lesz. A másodfokú az már azoknak szól, akik idős betegek, esetleg gyenge szervezetűek, fokozott kockázatú csoporthoz tartoznak. A harmadfokú hőségriadó viszont már mindenkinek szóló figyelmeztetés, hogy vigyázzunk a gyerekekre, itassuk őket folyadékkal, ne hagyjuk letárt autóban, a tűző napon. Hogyha idős ember lakik a környezetünkben, akkor vásároljunk be helyette, ne neki kelljen a hőségben a piacon sorba állni. Ezek azok a tanácsok, amik valószínűleg ezután is el fognak hangzani. Hétvégén megkezdi újabb bajnoki szezonját a Dunaújváros Pase labdarúgó csapata. Dobos Barna vezetőedző és egyben a D-Pase klubvezetője, Csehi Tamás csapatkapitány, illetve az egyik új játékos Barna Zsolt adott tájékoztatást a csapat helyzetéről és terveiről. Csehi Tamás, a D-Pase csapatkapitánya elmondta, hogy amit nyárra terveztek, az sikerült megvalósítani. Jöttek új játékosok, akiknek be kell épülniük a csapatba, de ő is azon dolgozik, hogy minden zökkenőmentes legyen, és biztatja a fiúkat is. Azt gondolom, hogy ugye az új játékosok jöttek, nekik kell egy kis idő, míg beépülnek a csapatba. Egy jó pár mérkőzés szerintem ennek függvényével fog menni. Természetesen nem azért mondom, mert hogy most én azt akarom, hogy az eredmények nem fognak jönni, de én azt gondolom ugye, hogy mentek sokan el, de azért jöttek is rengetegen, tehát én ahhoz, hogy egy nagyon jó csapat legyünk, ahhoz ugye össze kell érni. Természetesen azért én felelős vagyok, ugye, mint csapatkapitán, sokat is dolgozok ebben is, az öltözőben is. Barna Zsolt, a D-Pase egyik új játékosa elmondta, hogy Sziget-Szent Miklósról érkezett a csapatba. Emellett mesélte arról, hogy hogyan érzi magát itt, és mik a tervei. Visszalépett a Sziget-Szent Miklós az NB3-as bajnokságból, és ezáltal jött egy megkeresése minden, ami nagyon inspiráló volt, nagyon nagy motivációval érkeztem, és nagyon örültem ennek a megkeresésnek.
lassan 3,5 hete dolgozok itt a csapatnál, és csak pozitív hatások értek, hál' Istennek. Azt tudomásul kell venni, hogy vannak sok fiatal játékos a csapatban, azoknak azért idő kell, hogy be tudjanak épülni, de úgy gondolom, hogyha mindenki egyfelé fogja húzni a szekeret, ami elvárható ettől a klubtól, akkor nagyon sikeresek tudunk lenni. Dobos Barna, a vezetőedző elárulta, hogy az utánpótlásból nincs hiány, a csapat teljes egészében fel tud állni. A felnőtt csapat középpályán lényegesen erősödött Barna Zsolt és Zvara Dávid érkezésével. Ezen kívül beszámolt helyzetükről, céljukról. Ebben az évben nem változott a helyzetünk, egy kicsit szűkebb lett a mezőny, hiszen most 16 csapat indul el az NB3-ban. Tehát, hogyha csak a gazdasági helyzetet tekintjük, akkor semmi más nem fogalmazhatunk meg, mint hogy bemaradjon a csapat. De mint amit az előbb említettem, mi az elmúlt évben is sikerült a negyedik helyet megszereznünk. Mi szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Ebben álmunkban az első hely is benne van, de természetesen ez nem egy elvárható eredmény. Szombaton Hódmezővásárhely ellen lép pályára a Dépasi a Dunaújvárosi stadionban 19 óráig kezdett el. A mérkőzés nagy visszavágó, hiszen tavaly egy helyezéssel pont a Hódmezővásárhely előtt végzett városunk csapata. Kiemelt híreink következnek még egyszer röviden. 3 hónap alatt több mint 500 000 forint gyűlt össze a Dunaújváros kenyere akcióban. Augusztus 12-én nagyszabású horgászverseny az alsó Dunaparti sétányon. Szombaton hazai pályán kezdi a szezont a Dépase. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentés következik, majd a Hírpluszban a Dunaújváros kenyerével foglalkozunk, utána Tóth Veronika jelentkezik a Szépkor című magazinunkkal. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Csütörtökön fokozódik a forróság, 35-40 fokig melegedhet a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, csak a késő esti óráktól alakulhat ki nyugaton egy-egy zápor. Néhol erős lehet a déli délkeleti szél. Pénteken folytatódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 37 fok is lehet. Az esti órákban Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok. Feltámad az északnyugati szél, visszaesik a hőmérséklet. A Dunától keletre viszont még kitart a 34-38 fokos hőség. Szombaton sokfelé lehet zápor, helyenként heves zivatar. A Dunántúlon erős, viharos lesz a szél, 21-33 fokot mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!